A Földi István könyvtár és helytörténeti gyűjtemény egy hetes napközis táborba várta Dombovár és a környék alsó tagozatos diákjait, amelynek fókuszában a helyi értékek szerepeltek. Tavaly nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak kollégiumához helytörténeti táborok szervezésére, mely pályázaton intézményünk 350 ezer forint térítendő támogatást nyert. A pályázat, illetve a tábor célja a helyi értékek Dombovár értékeinek a bemutatása. Különböző mesesétákat szervezünk a gyerekeknek minden délután. Ehhez kapcsolódóan délelőtt egy interaktív ismeretátadás foglalkozás zajlott. A különböző helyszíneken pedig feladatlapok, vetélkedők várták a gyerekeket. Dombovár jellegzetes értékeit kívántuk bemutatni, úgy mint a vasúti gyűjtemény, jártunk a helytörténeti gyűjteményben, a szállásréti a fogadalmi ligetben, illetve a, a Szigeterdőben a, a lakótoronynál, illetve a kosút szoborcsoportnál. Különböző városi rendezvényeken jártak már a gyerekek az adott helyszíneken, viszont most részletesebben foglalkozások által több időt tudtunk eltölteni, mondjuk a helytörténeti gyűjteményben is. Megismerkedhettek a régészet eszközeivel, feladatlapokat töltöttek ki. Talán a lakótoronyban, amikor névre szóló monogrammal ellátott téglákat készítettek maguknak, illetve a szállásréti tónál, a fogadalmi ligetben, ott a tó környéke nagyon vonzó volt részükre. Az a célunk egyébként ezzel a pályázattal még, illetve a táborral, hogy ami 2010-ben alakult könyvbirodalom, az egy ilyen olvasásnépszerűsítő kis csoport, újra toborozzuk a tagokat, ami a könyvek feldolgozása különböző ismeretterjesztő előadásokra épül majd. A tábor résztvevői 7 és 12 éves kor közötti gyerekek voltak, akik az öt nap során a város helytörténeti nevezetességeit látogatták meg, ahol a táborvezető osztotta meg velük a legfontosabb információkat, amit helyiként jó tudni. Az első nap egy természeti értékkel a Gondavölgyel ismerkedtünk meg, délelőtti foglalkozások után, illetve ebéd után a Kondavölgybe tettünk egy kirándulást, ahol a gyerekek megismerhetik a természeti értékeket, a könyvtáros, egyik könyvtáros hölgy által írt mesét hallgathatták meg, ami ott egy táblán szépen meg van jelenítve, illetve Varga Gábor szobrászművész alkotását a fogadalmi ligetben, illetve a napzárása képpen a játszótérre látogattak el. Ugye a második nap a tematikája a vasút volt, a napok tematikusan épültek fel, a délelőtt az aznapi helytörténeti sétára való felkészüléssel telt el. A nagy szemben található az egykori légoltalmi bunker, ami ugye a vasútörténeti gyűjteményként funkcionálott, az ott működő egy nyugdíjas vasutasok körülvezették a gyerekeket, megismerhették az eszközöket, részt ott is egy ilyen játékos feladaton, ahol különböző kérdések alapján kell megoldani a feladatot, illetve volt egy ilyen egy tűzoltó tartott nekik egy légoltalmi bemutatót, előadást, hogy ez mi is, ez tulajdonképpen hogy is működik. Ugye a harmadik napon szinte, a tematikának megfelelően délelőtt játékos foglalkozások voltak, délután pedig ellátogattunk a rendőrségre, ahol körbevezették a gyerekeket, megtekintették belül az épületet, rendőrautókat, elmondták nekik a rendőrség működését, rendőrség feladatait, nagyon tetszett, nekik élvezték ezt a kirándulást. Délután a Szigeterdőt látogattuk meg, ott megtekintették a Kossuth szobor csoportot, annak a történetét, ugye, hogy egykor Budapesten át, hogy került le Dombovára, majd a lakótoronyban működő bélyeges tégla gyűjteményt, Őri Nándor bélyeges tégla gyűjteményt tekintették meg, sőt egy kézműves foglalkozásra is sor került. Ugye a bélyeges téglák mintájára ők is személy szerint kis monogramos téglákat készíthettek, illetve egy kosút címert. A programok sorából a városban található múzeumok sem maradhattak ki, így Fekete István életével is megismerkedhettek a tábor résztvevői. Az alapító tulajdonos Bodó Imre mutatta be a író munkásságát, a, megtekinthették a zíró eredeti tárgyait, kérdéseket tehettek fel délután pedig a helytörténeti múzeumban látogattunk, ahol a múzeum előtt található szobrókat ismerhetik meg, illetve a múzeumban a városunk történetét, a különböző korszakait megjelentő kiállításokat illetve Müller Ádám Múzeum vezető tartott nekik játékos helytörténeti foglalkozást. Tolsa nap egy helytörténeti kvízzel készültünk, ami összefoglalja a szőt nap történéseit, feladatait, eleveníti fel, illetve egy ajándékkal is készültünk a gyerekeknek, egy eredeti viaszpecsét, mely egy Dombovár mezőváros egykor 1715-ös pecsétét egy ábrázolja egy, egy igazi viaszpecsét nyomat. A gyerekek sok olyan információval gazdagodtak az öt nap alatt, amit biztosan nem felejtenek el, mert, mint mondják, nagy élmény volt ez számukra. Sétáltunk a Kandavölgyben, völgyben, meg mindenféléről tanultunk az ilyen régi dolgokról, megnéztük a fényképeket a régi házakról, meg a koronát is. Nagyon jó volt. Én azért jöttem ebbe a táborba, mert így érdekesnek hangzott, hogy van ilyen tábor. Nekem azt tetszett ebbe a táborban a legjobban, hogy voltunk mindenhol, a Kondavölgybe, a, a, a múzeumokba, meg felpróbálhattunk ilyen harci ruhát, a helytörténeti múzeumban, meg a, a vasúti múzeumban is voltunk. A könyvtár a helyi értékek megismerésére fektette a hangsúlyt a helytörténeti meseséták alkalmával, a táborzáráskor pedig a látottakat, hallottakat kellett a két csapatra osztott gyerekseregnek felelevenítenie egy interaktív vetélkedő keretében.